alkalmatlanság is. Ezt a második mozdulatot értékelte, úgy a játékvezető azonban szögletet ad. Mind a két oldalról most már két szögletet rúgunk, és a szögleteink voltak eddig a legveszélyesebbek. Nézzük most. Jó is, gól! Sebők fut ki, remek ütemben érkezett, említettem, hogy a szögleteink a legveszélyesebbek. 28. perc, 1-0 arányban vezetünk, és Sebők a válogatott gól királya. Nem irodalmi stílusban örül, de hát ez legyen a legnagyobb baj. A 28. perc tehát, Egressy keményen lövi, és Sebők nagyon jól érkezik. Nagyon jó az ütem, és némi szerencséje is van, ahogy elfejelte, félig háttal a kapunak. Minden esetre megvan a vezető gól, pont akkor megtaposták egy kicsit, ahogy feküdt a földön. Szavonni csúsztat tovább, Herceg. Pása Koncev támadja, Herceg, két érkező ember, Illés, ügyesen teszi vissza, ott a gól, Egressy. Illés érdeme, de Egressy a gólszerző, és ez a válogatottban az első gólja a 16. mérkőzésén. Nagyon jó, ahogy Illés érkezik, ügyesen teszi vissza, mert ő már nem tudja rendesen eltalálni. A védők hibáznak, és Egressy büntet. 2-0 tehát a második félidő elején. Illés nagyon ügyesen visszatette a labdát. Üres a kapu, jó a befejezés. Egressy. Nem volt az, nem volt az. Egressy. Szavonni középen, ott a helyzet, Szavonni gól. Akkor maradni fog. Neki is az első válogatott gólja. Ugyanúgy, mint Egressynek. Harmadik válogatottságán megszerzi az első gólját, és az iménti debütáló góllal bemutatkozó, mármint abban az értem, hogy első gólját lövő Egressy ezúttal kiszolgáló szerepkörben. Most már van miért örülni a közönségnek.